Amélie élete már 20 éve csodálatos. Többek között ez a 20 éve készült romantikus kultfilm is látható lesz a 11. Frankofon Filmfesztiválon, Audrey Tautou főszereplésével. Emellett még számos híres francia filmcsillag tűnik fel a mozivásznon összesen 15 alkotásban. A szervezők többféle műfajból válogattak filmeket a nagy közönség számára. A filmes mustra szeptember 14-e és 19-e között zajlik majd az Uránia Filmszínházban, az Art Plus Cinémában és a Francia Intézetben. 15 film, abban már nagyon sok mindent bele lehet tenni. Rengeteg vígjáték lesz, lesznek olyan filmek is, amik kicsit nehezebb témát dolgoznak fel, egészen dráma, thrillert, egy egészen klasszikus thrillernek a felújítását is elhoztuk, ami Magyarországon kevéssé ismert, és lesznek olyan filmek, amik ezeknek az ötvözete, például a nyitófilm is, ami mindjárt egy teljes értékű krimi és egy teljes értékű vígjáték, Isabelle Huppertvel a főszerepben, az ő legújabb filmje, amikor ő egy szürke kis rendőrségi tolmácsként valahogy úgy alakul, hogy átveszi a helyi drogkereskedelem felett a hatalmat. Tehát ez egy izgalmas felütés, és hát a filmen is van izgalom is, és nevetés is. A fesztiválon vetített alkotásokban olyan ismert francia színészek is feltűnnek, mint például Omar Sy, aki rendőrként lesz látható új Police című krimiében. Kísérleti filmként érkezik majd Gaspar Noé pszichedelikus thrillere Charlotte Gainsbourg főszereplésével, valamint látható lesz François Ozon legújabb drámája, és egy 1956-os klasszikus remekmű, a Szemek arc nélkül című film is. Hazai vonatkozásban a Szász János rendezte Örök tél című alkotást tekintheti meg a közönség ingyenesen, francia felirattal. Ami még érdekes lesz a filmfesztiválon, azok a meghívott vendégek és a premier előtt bemutatott filmek, például Tom Medina, amit valószínűleg nem ismernek, viszont nagyon sokan ismerhetik a rendezőjét, Tony Gatliffot, a Lacsodrom, vagy a Transzilvánia, vagy az Exil című filmek rendezőjeként, és őt sikerült elhoznunk a fesztiválra, egy felvezetőt is mond, és utána egy közönség találkozóra is várjuk a nézőket. A szervezők a frankofon külképviselettekkel együttműködésben válogatták a programba a francia nyelvű alkotásokat. Itt többek közt belga, marokkói, kanadai és svájci filmek alkotják a színes felhozatalt. Ezek pedig magyar felirattal kerülnek vetítésre. Nagyon sok filmet néztünk meg már, tavaly októberben elkezdtük a válogatást a frankofon nagykövetségek segítségével. 100-200 közötti minőségi film közül választottuk ki végül azt a 15-öt, amelyikről úgy gondoltuk, hogy tetszeni fog a magyar publikumnak. Tehát egy komoly válogatás van emögött, amiben helyet kapnak a közönségfilmek mellett a művészfilmes alkotások, ahol találkozik Amélie csodálatos élete és Gaspar Noé 50 perces kísérleti műve, amely egy boszorkányfilm forgatásán játszódik. A francia mozira jellemző új hullámos, könnyedebb stílus mellett a romantikus daraboktól kezdve egészen a drámaibb alkotásig találunk köztük meglepő és érdekes filmeket. A filmfesztivál hivatalos kezdete előtt a vasárnap elhunyt legenda Jean-Paul Belmondo előtt tisztelegnek a szervezők a Riói Kaland című filmje vetítésével. A 11. Frankofon Filmfesztivál hivatalos programja a Francia Intézet honlapján is megtalálható.